karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó jellegzetes tárgyak, mint például gyertyák vagy éppen elektromos égősorok miatt tűzesetek nem történtek a térségben, mely köszönhető a lakosok figyelmességének is. Ennek ellenére azonban más esetekkel kapcsolatban érkeztek bejelentések. A szenteste szinte zavartalanul telt, kisebb beavatkozásokhoz riasztották a tűzoltókat. Másnap viszont két autó ütközött szentes környékén, egy ember súlyos sérüléseket szenvedett, valamint ugyancsak 25-én szénmonoxid jelző mentette meg egy szegedi család életét. Az elkövetkezendő két napban pedig a tűzoltók egy több mint 2 méter mély gödörbe esett kutyát szabadítottak kísértetlenül, valamint idős személyek is segítségre szorultak. December 28-án érkezett még riasztás, itt egy jármű gyulladt ki, egy személyautó, az M5-ös autópálya 135-ös kilométer szelvényében, de nem sérült meg senki. És december 29-én a hajnali órákban történt sajnos egy halálos kimenetelű közlekedési baleset Makó és Hódmezővásárhely között a 44-15-ös számú főúton történt a baleset. Az útmenti árokba sodródott, majd oldalára borult egy személyautó, csak a sofőr utazott benne. A kiérkezés követően a tűzoltó kollégák azonnal megkezdték a sérült újraélesztését, de nem sikerült, a helyszínen életét vesztette, a mentők sem tudtak már rajta segíteni. Az elhangzottakkal szemben szilveszterkor bejelentések nem érkeztek. Elmondható, hogy tűzijátékokhoz a tűzesethez sem riasztották a katasztrófa védelmet a szegedi főügyeleten. Igaz, hogy az ünnepi időszak véget ért, azonban a fűtési szezon még tart, ezért Molnár Krisztina szóvivő arra kéri a polgárokat, hogy legyenek elővigyázatosak, előzzék meg a szerencsétlenséget a különböző eszközök beszerzésével. Egyrészt a szénmonoxid érzékelő nagyon fontos, egyre több olyan bejelentésünk érkezik, ahol beriasztott a jól működő szénmonoxid érzékelő, és egyre több helyen látják a kollégáim is, hogy felszerelik a lakosok ezt az érzékelőt, amely tényleg életet menthet. Köszönjük, hogy egyre többen figyelnek erre. Mindenképpen ajánlom minden háztartásban a szénmonoxid érzékelőt. A másik pedig a füstérzékelő, amely szintén nagyon fontos érzékelő, berendezés eszköz lehet a lakásunkban, hiszen azonnal jelzi, ha füstöt érzékel a lakás helyiségeiben, és olyan magas, olyan erős hangerővel szól, hogy még egy alvó embert is felébreszt. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság egyébként az elmúlt években kezdeményezett egy olyan akciót, mely keretében számos rászoruló családhoz juttattak el füstérzékelőket ingyenesen.